Először is nagyon köszönöm a meghívást. Túlzás nélkül állíthatom, hogy ez egyik leggazdagabb nap volt, és ez a nagyon jó út, hogy a társadalomtudományok és a természettudományok egy termékeny párbeszédbe kezdjenek. Az én előadásom nem lesz nagyon magas reptű. Tulajdonképpen, mikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy mit fogok mondani, eredetileg a fake news elhívésének és el nem hívésének problémájára gondoltam koncentrálni, de ez egy olyan vizsgálat, amit csak később fogok elvégezni feltehetően a jövő év első felében. És akkor eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt a most meghalt Prazsák Gergővel és a Molnár Gáborral, a Kaposvár Egyetem kutatójával csináltunk egy dél-balatoni kutatást, ahol környezetvédelmi tudatosságot néztünk, és talán azt gondoltam, hogy pár adatot megmutatok ebből a kutatásból, és utána a következtetés szerintem nagyon szorosan fog kapcsolódni mindahhoz, ami eddig elhangzott, különösen, amit a Laci mondott, mert azt próbálom megvilágítani, hogy ki ez az ember, aki ez nekünk érdemes szólni. Ugye a non natura parenda vincitur, ez egy Baconnak a mondása, és voltak éppen arra vonatkozik, hogy az ember és a természet között van egy kapcsolat. Ez a kapcsolat, ez hosszú-hosszú ideig nagyon aszimmetrikus volt a természet javára. És tulajdonképpen Luhmannak a gondolata, hogy ez megváltozott a modernizációval, és hát mindaz, amit hallottunk, az bőven ad erre bizonyítékot. És tulajdonképpen erre a változásra, amire tulajdonképpen a Laci is utalt, nincsenek adekvát társadalmi reakciók. Tehát a természeti változást miközben megéljük, állandóan keressük az adekvát reakcióknak a lehetőséget, és feltehető, hogy abban van a probléma, amit a Laci mondott, ez nekem nagyon tetszik, hogy a globális problémákra nincsenek globális reagálásunk. Az emberiségnek még egyelőre nincs emberiség tudata, túlságosan szét vagyunk szórva lokális hovatartozások szerint. A Ulrich Beck mondja, hogy a növekvő gazdaság az ugye növekvő kockázatokkal jár, és hát többek között része ennek az egész ügynek, amiről beszélek. A 2013-ban csináltuk ezt a kis balatoni kutatást a dél-balatoni vízgyűjtő körzetnek a településein, és látjuk, hogy amikor értékeket kérdeztünk, akkor hát tulajdonképpen a természeti környezet elég hátul van, de majd mutatok más táblákat, amik mutatják, hogy a természeti környezet az benne van az emberek tudatának a horizontjában, és elő is lehet bányászni, de ha csak pusztán egy ilyen listával közelítünk hozzájuk, akkor logikus módon a család és a pénz és a barátok, tehát a közvetlen túléléshez szükséges érzelmi és anyagi értékek számítanak. A konfliktusvállalási hajlandóság esetében a természet egy kicsit jobban jár, mint korábban. Ugye itt azt kérdeztük, hogy miért vállalna konfliktus. Látjuk, a család egészsége az első, de a természet az már a harmadik helyen van. Az elégedettség források esetében viszont már a természeti környezet előre jön. Tehát látjuk, hogy van egyfajta oszcilláció, ez persze függ a módszertől is, de ez nekem nagyon tetszik, hogy a természeti környezet szépségét az 4,46-ra egy 5 fokos skálán minden egyéb szempont fölé helyezik. Na most ezekből a részváltozókból csináltunk egy nagyon primitív kis klaszter analízist, egy értékcsoportokat hoztunk létre, és ebből 36% azok lettek, akik elkötelezettek. Ez egy nagyon fontos csoport. Ők azok, akik a felkínált értékeket ugye elméletileg úgy tudjuk osztályozni, hogy rendszer értékek, tehát a társadalmi egészének működésére vonatkoznak, illetve életvilág értékek, amikor a privát élettel kapcsolatos elégedettség, boldogság, stb. Vonatkoznak, és úgy tűnik, hogy az elkötelezett emberek azok mind a két dimenzióban választanak értékeket, rendszerértékeket és életvilág értékeket egyaránt. A privatizálók esetében csak a család, csak a legszűkebb környezet, ez az életvilág értékei számítanak, ez 29%. A közéletiek azok pont ellentétesen, azok lebecsülik akár objektív, akár szubjektív okok miatt ezeket a privát értékszférákat, és helyette a politika, gazdaság, ideológia értékei tartják fontosnak. És hát vannak nihilisták, itt gondolom nem ül egy se közülük, akiknek egyik se fontos. Ők ugye azok, akik a carpe diem szabálynak megfelelően élnek. És a nagyon fontos, és talán ez a legérdekesebb tábla az egészből, hogy amikor néztük a konfliktusvállalási hajlandóságot és az érték elkötelezettséget, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen egy igazi csoport az, amely vállal konfliktust. Ezek az elkötelezettek, akik mindkét szférában, az életvilágnak és a rendszernek a szférájában is tulajdonképpen értéktudatosan élnek. A közéletieknél van egy kis hajlandóság a elkötelezettségre, de látjuk, hogy az alig haladja meg a nullát, és a privatizálók és a nihilisták, ugye különösen a nihilisták esetében nem meglepő, hát ők nem vállalnak semmifajta konfliktust. És
Volt még egy kérdés, hogy a Balaton megóvásáért viselt felelősség. Itt az érdekes az, hogy van egy felelősség áthárítás. Tehát, hogy nem én vagyok elsődlegesen felelős, hanem a turisták, a nyaraló tulajdonosok, a helyi lakosok esetében látjuk, hogy egy alacsonyabb értéket kapunk. A Balaton veszélyeztető tényezők, tulajdonképpen ez egy érdekes pillanatfelvétel, ma már valószínűleg más eredményeket kapnánk, de látjuk, hogy a klímaváltozás már elől volt 2016-ban. A szárazság alacsony vízszint az időközben megoldódott, de ha most csinálnánk a vizsgálatot, egészen biztos vagyok, a klímaváltozás az első lenne. És akkor egy nagyon rövid összefoglalás, a következtetések. Az egyik dolog, amire akarnék utalni, hogy szerintem ez egy kódolási probléma, ez a környezet veszélyeztetettség. Tehát még nem találjuk meg azokat a kódokat, amelynek segítségével az emberek le tudnák fordítani azokat a veszélyeket, amiket mi, mint tudósok nagyon jól látunk. Ezek az alkalmak, amit itt vagyunk, az azért nagyon fontos, mert ehhez segítenek hozzá. Mert itt nem csak két tudomány van párbeszédben, hanem hogy a főigazgató úr kihangsúlyozta, itt tulajdonképpen párbeszéd van egyfajta társadalmi közeggel szemben, és ezek a társadalmi közeg képviselői itt azok, akik nálam ugye a érték elkötelezettek. A másik dolog, ami nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amit a Laci mondott, hogy rengeteg kognitív diszonancia redukciós mechanizmus van. Hát ez nem egy ilyen hétköznapilag könnyen megemészhető kifejezés, de nagyon fontos kifejezés, mert a kognitív diszonancia redukció az lényegében azt jelenti, hogy próbáljunk meg együtt élni kellemetlen tényekkel. Úgy, hogy azokat átoperáljuk, hogy azok ne legyenek kellemetlenek, hogy azokat kellemesnek tüntessük fel. És a klímaváltozás és a kapcsolatban pontosan ilyen kognitív diszonancia redukciós mechanizmusoknak lehetünk a tanúi, amikor azt látjuk, hogy bagatelizálnak, azt látjuk, hogy tudomásul nem vesznek róla, azt látjuk, hogy a felelősséget el és áthárítják, hogy hiteltelenítik a forrás, és hát nem kell messzire menni, ugye nagyon sok cinikus reakció van. Tehát ezeket a kognitív mechanizmusokat kell voltaképpen leküzdenünk, a Laci is ezekre utalt. És hogy mi a módszer? Szerintem feltétlenül a környezetvédelmi nevelés. Nyilvánvaló, hogy ez a tárgy, ez a fenntartható fejlődés tanulmányok, ez nem csak egy akadémiai, felsőfokú tanulmány kellene legyen, hanem ennek végig kéne menni a közoktatás teljes vertikumán. Ez borzasztó fontosnak tartanám egy ilyen típusú dolgot, mert minden más területen is így van egyébként. Az én területem ugye a nemzeti identitás, meg a rasszizmus, meg a különfajta emberek közti igazságtalan viszonyoknak a fenntartása, azt is, azzal kapcsolatos harcot is a fiatalkorba kell kezdeni. Tehát minden problémának a gyökere az, hogy a gyerekkel nem foglalkozunk, és akkor a felnőttből lesz egy felnőtt testben lévő gyerek, aki ezeket a mechanizmusokat köpni vágja fogja, de nem fog harcolni tudatosan azért, hogy az ő és a társadalom közete az szinkronba legyen. Szinkronban legyen az egészség és fenntartatóság szempontjából. Itt, tehát ezért a közvetlen nevelés és kommunikáció szükségességét nem tudom túlhangsúlyozni. Nagyon fontosnak tartom a vonatkoztatási csoportok szerepét. Ugye általában véve mi azért utánzásra vagyunk hangolva. És akiket utánozunk, azokat ugye úgy nevezzük, hogy olyan csoporttagok, ahova nem tartozunk, de szeretnénk tartozni. Na most nem mindegy, hogy valaki, aki ugye növekszik az iskolában, egy olyan csoporthoz szeretne tartozni, akinek van egy hatalmas autója, és tulajdonképpen csak az a törődik, hogy honnan, hova száguldozom különfajta prostituáltak társaságában. Az a vonatkoztatási csoport számít nekünk, aki voltaképpen tanul, aki képezi magát, aki voltaképpen érték elkötelezett. És ilyenek vannak. Tehát az elitet erre találták ki. Az elit az, aki mércét ad a tömegnek. És ilyen értelemben véve azt hiszem, hogy ha a globális elit felnőne ez a feladathoz, akkor sokkal könnyebb volna ez a fajta attitűdváltozás, amiről beszélünk. A Macron elnök fellépését ilyen értelemben véve lehet, hogy egy rossz metaforát használt, vagy a Ronaldónak rossz metaforát használ, de mindenképpen ebbe a kontextusba helyezném bele a vonatkoztatási csoport kiemelését. A mozgalmakat nagyon fontosnak tartom, de nyilván ebben konszenzus van, hogy mozgalmak révén lehet azokat a cselekvéseket igazán társadalmiasítani és kollektivizálni, és ezek a mozgalmak transznacionálisak, ezek globálisak. Tehát itt van az a pont, amiről beszéltünk, hogy a globális problémának megtaláljuk a globális reagálás módját a mozgalmak szervezésére. És hát nem tudom, hogy mit szóltok ehhez, a Greta Thunberg voltam a svéd nagykövet fogadásán, és ott a Greta Thunbergről úgy beszéltek, mint hogy a francia nagykövet fogadásán mondjuk a Orlán, Jean
Orléans, Jean d'Orléansról, Orléans-i szűzről, vagy magyar viszonyok között nem is tudok ilyen női hőst mondani, talán a Kanizsai Dorottya. Tehát azt kell mondjam, hogy kineveltek a svédek, lehet, hogy ellentmondásos a kislány, de kineveltek a svédek valakit, aki mögé oda lehet állni, és ilyeneket kell keresnünk, hősöket kell keresnünk, de szerencsére azért ezek a hősök, pontosabban az a fontos dolog, és ezt befejezném, hogy ezek a hősök ne legyenek mártírok. Köszönöm a figyelmet.